Akadémiánk NB1-es csapata ellátogatott Mátyás Dombra, hogy így mondjon köszönetet azoknak a fiataloknak, akik a legkreatívabb zászlót készítették el. Sok vállalkozó fiatal volt zászlókészítésre? Hát igazából az iskolából próbált mindenki hozzátenni valamit, hát azért is próbáltunk olyan zászlót készíteni, amiben ugye kicsit megörökítik magukat, ugye van olyan zászló is, amivel a kézlenyomatukat tették be, és azért majdnem azt mondom, hogy mivel egy kis iskola vagyunk 71 fővel, majdnem azt mondom, mindenki azért a kis részét hozzátette, hogy elkészüljön az a zászló. Mennyire motiválja egyébként a fiatalokat az ilyen barátságos mérkőzés, hogy ők később labdarúgók legyenek? Hát motiválja őket, van több fiú is, meg lány is, aki szeret focizni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség nekik. Majdnem azt mondom, hogy egyedülálló az országban is, hogy azért egy első osztályú klubnak a játékosai megtisztelnek egy ilyen kis települést. Bízom benne, hogy azért ez olyan motivációt ad nekik, hogy az elkövetkezendő időkben fognak sikereket elérni, és büszkén fogják ezt majd mondani a ország világnak. Lánylétetekre, hogy esett a választás pont a futballra? Hát a fiúk az osztályban, a tesióra mindig csak fociztak, és így, hát ugye nekünk is részt kellett venni, ezért megtetszett nekünk is így a foci. A Puskás Akadémia FC is a kedvenc csapatod egyébként? Igen. Nekem is. És van kedvenc játékosotok? Hát, a Patrik. Nekem is. És miért ő a kedvenc? Hát, nagyon jól focizik, meg helyes. Sok volt a lelkes fiatal a zászló készítésben? Hát az egész iskola részt vett tulajdonképpen. Kitettük oda a pályára a lepedőt, és ott folyt a munka. Szerencsére jó idő volt, úgyhogy kézzel, lábbal mindennel készült, amivel lehetett. Gyakran csinálnak egyébként ilyen kreatív dolgokat? Igen, igen. Nagyon sok problémás gyerek jár az iskolába, és ez pedagógiailag is nagyon jó, a kézműves tevékenység, kreatív tevékenység, ez személyiségfejlesztő is, és mi ezt felvállaljuk. A mérkőzéseinken egyébként hogy érezték magukat, összekovácsolódott a társaság? Igen, nagyon jól érezték magukat, és a Facebook oldalunkra is feltettük a szurkoló csapatot és a zászlót, amit megtaláltunk, úgyhogy ott is meg lehet nézni. A szülők is látták a gyerekeket. Milyen volt egy NB1-es csapat ellen pályára lépni? Nem volt olyan rossz. Nem volt egyszerű, de megpróbáltuk. Neked is kihívást jelentettek? Hát szerintem ez semmi értelme nem volt, mert sokkal jobbak, mint mi. Úgy forgattak meg, ahogy nem is gondoltuk volna, szóval. Találtunk valakit, akik nálunk volt bajnok 93-as korosztályban. Hogy emlékszel vissza az akadémián töltött évekre? Nagyon pozitív, rengeteg emlékem van. Nagyon szerettem ott lenni. Rengeteg barátot szereztem, rengeteget tanultam ott. Hát szóval fantasztikus volt az idő, amit eltöltöttem. Szoktál még oda visszalátogatni? Mérkőzésre szoktam kijárni, az NB1-es mérkőzésekre, illetve nyomon követem néhány volt csapattársamat is, ki még ott játszik. Az elmúlt tanév során megkaptuk a Puskás Akadémiának a pályázati verseny felhívását, miszerint iskolás csoportokat szívesen látnának tiszteletjegyek ellenében a meccseiken, és mi élni szerettünk volna ezzel a lehetőséggel, lévén, hogy Mátyás Domb kis település messze Felcsúttól, így a mi diákjaink családi alapon soha nem juthattak volna el, vagy hát legalábbis nagy valószínűség szerint nem juthattak volna el ezekre a meccsekre. Az akadémia fogadta a mi kérésünket, és biztosította a szurkolói járatot, így a gyerekeink minden fél évben két meccsen legalább szurkolóként aktívan megjelentek a meccseken. Ebben a tanévben már túl vagyunk két meccs látogatáson,
Bár nem nyertes lett akkor a csapat, ennek ellenére nagyon élvezték a szurkolást, és nagyon csodálták az adottságokat, amivel a stadion és a környezete rendelkezik. És nagyon köszönjük ezt a lehetőséget, hogy a megye déli csücskéből is eljuthattunk ezekre a mérkőzésekre.